A Kossuth utcai református templomban gyűltek össze a Kis Csillag református bölcsőde ünnepélyes avató ünnepségére érkezők. A város nevében dr. Perger Elza alpolgármester méltatta a fejlesztést, aki azt mondta, kereszténynek lenni nagy dicsőség a mostani nehéz időkben is. Én szeretném nem csak a katolikus, nem csak a református, nem csak az evangélikus, hanem minden hívő társamnak megköszönni, hogy helytáll, és most itt van, és ezt a szellemiséget erősíti. Azok a gyerekek, akik ide fognak járni, úgy gondolom, hogy mindent megkapnak, ami ahhoz kell, hogy nagyszerű felnőtt váljék belőlük. A református közösség nevében a Dunántúli Egyházkerület fő gondnoka köszöntötte a beruházást. Ő úgy fogalmazott, az új bölcsőde küldetése az, hogy világítson és utat mutasson. Mi a küldetése a Kis Csillag református bölcsödének? Erre egy bibliai idézettel, a Máté evangélium a második rész 9. versével szeretnék rávilágítani. Ez a három királyok történetéből egy vers. Miután meghallgatták a királyt, elindultak, és íme a csillag, amelyet láttak, napkeleten előttük ment mindaddig, amíg odaérve meg nem állt a hely fölött, ahol a gyermek volt. A Kis Csillag református bölcsödének is ez a küldetése, hogy világítson, hogy mutassa az utat Jézus Krisztushoz, a benne odajáró gyermekeknek és a gyermekek családjainak. Újváros önkormányzati képviselője is üdvözölte a bölcsöde beruházást. Dr. Fekete Dávid azt mondta, a városrész és Győr számára is szimbolikus az intézmény megvalósítása. Egy bölcsöde avatása azt gondolom, hogy mindig szimbolikus történet, hiszen a legkisebbeket, a legkisebb csemetéinket bízzuk ilyenkor egy új intézmény szárnyaira, vagy az ott dolgozóknak a gondjaira. Az én kisfiam is bölcsödébe jár, úgyhogy pontosan tudom, milyen érzés az, amikor reggel az ember elviszi és elköszön tőle, és aztán délután megy érte. Úgyhogy mindenképpen szülőként is azt gondolom fontos azt hangsúlyozni, hogy olyan környezetben legyenek ilyenkor a kisgyermekek, ami számukra leginkább megfelelő, és még a szülőknek is elviselhetővé teszik azokat az időket, amikor nincsenek együtt a gyermekükkel. A református gyülekezet lelkésze úgy fogalmazott köszöntőjében, a reformátusok eddig is erősen kötődtek a városhoz, ez pedig a bölcsődével csak tovább erősödik. A Kis Csillag református bölcsőde megvalósítása a projektet az első gondolattól kezdve a megvalósulásig, és hát reméljük, hogy a működésben is bízunk, ez ugyanígy lesz. Számunkra Isten által megnyitott ajtóként éltük meg. Az Úr gondviselése, jelenléte ott volt velünk mindenben. Nem tudtuk nem észrevenni. Ott volt az EU-s pályázati lehetőségben, ott volt a városunk, az önkormányzatunk pozitív hozzáállásában, hogy bölcsőde építésre a mi konzorciumi partnerségünkkel pályázzon. Ott volt a tervezés és a megvalósulás mozzanataiban is, ott volt a leendő munkatársa kiválasztásában, és ott van abban is, hogy nem csak, hogy betelt a bölcsőde már mostanra, hanem létszám felett már várólistánk is van. A templomi ünnepséget követően a résztvevők átvonultak a közeli bölcsőde épületéhez, ahol Steinbach József püspök áldotta meg az épületet, majd belül is körülnézhettek az avatásra érkezők. A Kis Csillag református bölcsőde mintegy 600 millió forint állami és uniós forrásból épült, benne két csoportban 24 kisgyerek ellátását tudják biztosítani 3 éves korig. A létesítmény modern, családbarát és nem utolsó sorban teljesen akadálymentesített.